Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyarák Anikó. Úgy tűnik, hogy nem lankad a kereslet a nyári gyermektáborok iránt, legalábbis ezt mutatja a táborfigyelő.hu felmérése. Tóth Béla ügyvezetővel beszélünk, itt van velünk telefonon. Jó reggelt kívánok! És a kedves rádióhallgatóknak is. Most már halljuk is, hogy köszönt, mert bekapcsoltam. Szóval ismét jó reggelt kívánok önnek. Tűnik az önök felmérése alapján, mint hogyha most térnének észhez a szülők. Ezt jól látom? Így van, ugye amikor bejelentették a vakáció kezdete előtt, nagyjából egy hónap az, hogy mind napközis, mind ottalvos táborokat biztonsággal lehet szervezni, akkor volt egy elképesztő drasztikus növekedés a tábor jelentkezések kapcsán, és általában a nyári szünet kezdete után ugye beáll a rend a családoknál, hogy hogy fog kinézni akkor ez a 11 hetes nyári szünet, és csak kvázi last minute foglalások vannak, amikor hirtelen bejön, hogy a következő héttel mégiscsak meg kell oldani valahogy a gyermekfelügyeletét, és akkor ezt tegyük élménydúsan, és menjen táborba. Viszont az idei évben azt látjuk, hogy egy hónap eltelt már a nyári szünetből, de az érdeklődés az nem lankad. Napi több száz, közel fél ezer szülő keres még mindig tábort a gyermekének, és foglalások is folyamatosan vannak. Úgy látjuk, hogy ennek az lehet az oka egyrészt, hogy felmértük, hogy mégsem tudunk annyi szabadságot kivenni, mint amennyit szerettünk volna, illetve egy jó részét ugye már a pandémia miatt korábban ki kellett venni. Másrészt pedig azon a szülők, akik esetleg tartottak még attól, hogy közösségbe engedjék a gyermekeiket, ők látják a többi gyermeknél, a többi családnál, hogy nem történt probléma, azok a szabályok, amik mind egészségügyi, mind biztonsági szabályok, amik érvényben vannak a táborok kapcsán, ezek működnek, nem terjed a koronavírus, és ők is elkezdik elküldeni a gyermekeiket táborul, mert ettől az élménytől nem szeretnék őket megfosztani. Igen, elég nagy volt a bizonytalanság, azt hiszem, ezt mondhatjuk mindenhol, nem csak a táboroztatás szektorában. Például tudok olyan táborról is egyébként, ahol azt mondták, hogy kell védettségi igazolvány azoknak, akik mondjuk táboroztatnak, és akkor találunk-e hirtelen ilyen fiatalokat, vagy nem fiatalokat, szakértőket, akik vigyáznak a gyerekekre, vagy nem. Mennyire látszik egyébként ez az összevisszaság, ez a bizonytalanság ebben a szektorban? Mi nagyon igyekeztünk teljesen egyenesen a meglévő szabályok alapján kommunikálni mind a velünk kapcsolatban álló 3-4 ezer táborszervező felé, mind pedig a hozzánk forduló szülők felé. Ugye amit látunk, hogy védettségi igazolvány nem kötelező a táborokban, oltás nem kötelező, viszont azt látni kell, és valószínűleg a kettő között van összefüggés, hogy a táborszervezőknek a döntő többsége mindkét oltással már be van oltva. Szóval 80% fölött van az átoltottság a táborvezetők körében, illetve az erre való hajlandóságot már januárban mértük, és akkor is 80% magasságában volt. Azaz a szigorú szabályok és az, hogy döntő többségében oltott felnőttek közé küldjük a gyermekeinket, ennél kockázatmentesebben ma már nem lehet tábort szervezni. Az, hogy egyedi adott táborok egyedileg szigorítanak saját hatáskörben, ez az ő döntésük, de általánosságban ilyen szabály nincsen. Látszik tavalyhoz képest egyébként bármi nemű különbség vagy változás? Gondolok itt arra, hogy mondjuk én elsősorban, ha tehetném, akkor a gyermeket mindenképpen szabadtéri táborba küldeném így a pandémia után, hogy semmiképpen ne legyen bezárva. Ez az önök figyeléséből kimutatható bármi változás? Abszolút. Egyrészt ugye nagyon komoly változás volt már a tavalyi évben is, és ebben nagyon közreműködtünk és segítettünk a táboroknak tanácsokkal, illetve egymással is megosztottuk ezeket a good practice-eket, szóval ugye jó megoldásokat. Uh-huh. Amit lehetett, azt ugye átszerveztek a táborszervezők, akár mekkora plusz munkával járt szabadtérre, pont azért, hogy levegőn legyenek a gyerekek. Ez a pandémia miatt is segítség volt, de azt is hozzá kell tenni, hogy az általánosságban is szerintem üdvözölendő, hogy minél többet levegőn vannak. Azt mondjuk hozzáteszem, hogy mondjuk egy festőtáborban minden egyéb eszközt, vagy egy kézműves táborban minden eszközt a meglévő műteremből szabadtérre átpakolni, az nyilván plusz feladat volt a táborszervezőknek, de megoldották. Illetve az egy nagyon komoly változás, és ennek nagyon örülünk, hogy a tavalyi évben egy elég visszafogott nyarat tudtak a táborszervezők zárni, ami azt jelenti, hogy 60%-os volt az átlagos foglaltság. Viszont az idei évben ez a szám az 80% fölé kúszik, több mint 190 ezer gyermek fog legalább egy hetet táborban tölteni a vakáció ideje alatt,
Úgyhogy ez egyrészt nagyon szuper, hogy ennyi gyermek részére tudjuk végre szabaddá tenni a nyarat és élményt adni nekik. Másrészt, hogyha a másik oldalról nézzük, akkor a táborszervezőknek ez a foglaltsági arány már rentábilissá teszi a szolgáltatást. Ami azért fontos, mert két egymás utáni visszafogott évet a kisebb táborszervezők nem tudtak volna elviselni, nagyon sokan lehúzták volna a rolót, és jövőre lettünk volna ott, hogy nagyon kevés a tábor kínálat, mert hogy nagyon sokan abba hagyták ezt a szolgáltatást, de látjuk, hogy szerencsére ez megmarad. Most is ugye rengeteg plusz turnust írtak ki a hatalmas érdeklődés miatt a táborszervezők, csak nálunk a táborfigyelőn több mint 900 táborturnus közül tudnak választani a szülők, úgyhogy amiből, aki még szeretné táboroztatni a gyermekét, érdemes minél előbb tábort foglalni neki. Ez a szám a 80%, ez az eddigiekhez képest, vagy az összes rendelkezésre álló táboros férőhelyhez képest? Nem mindegy. A jelenleg rendelkezésre álló táborhelyeknek a 80%-os foglaltsága az, ami átlagosan elmondható. Hogy lássuk, ugye a 2019-ben, az utolsó koronavírus mentes évben, ami volt, akkor volt egy rekord évünk, akkor 215 ezer gyermek táborozott, szóval ez ahhoz képest még nem szóval ezt a szintet még nem értük el, és nagyon bízunk benne, hogy 2022-re vissza tudunk vászni a 200 ezer, vagy akár a 210 ezeres gyermek létszám fölé, de ez már egy nagyon szép szám, ez a 190 ezer gyermek, akiknek tudunk ilyen élményt adni, és reméljük, hogy ez folyamatosan növekedni fog, ahogy térünk vissza a normális életbe az évek folyamán. No, akkor így végszóra egy-két csemegét mondjunk, amit mindig szoktunk. Mi a tapasztalat? Mondjunk valami extrém, vagy a legdrágább tábort, vagy a legizgalmasabb programot, bármit, ami ön számára kedves, és egy kicsit lazítjuk ezt a beszélgetést vele. Hát a tábortémák tekintetében azt látni kell, hogy ugye az angol sport és a kalandtáborok a legnépszerűbbek idén, viszont nagyon sok extrém, vagy éppen különleges táborunk is van, amikre ugyanúgy jelentkeznek. Van katonai táborunk, amit dzsungel körülmények között szerveznek meg, és lányok, fiúk vegyesen jelentkeznek rá, de van jobb vagy féltek és fejlesztő rajztáborunk. De érdekesség, hogy az idei évben megjelentek az úgynevezett new tech táborok. Ezek a mai kor legmodernebb technológiájára tanítják a táborozó gyerekeket. Van például drónfejlesztő táborunk, van mesterséges intelligencia táborunk, vagy éppen alkalmazásfejlesztés, vagy éppen robotika. Úgyhogy van bőven miből választani témák tekintetében is. Az árak szerencsére a tavalyi évhez képest nem növekedtek, úgyhogy bízunk benne, hogy minél több gyermek részére tudjuk megadni a táborozás élményét idén is. No, pont a drónozásról egyébként és annak szabályairól beszéltünk nemrég az előző fél órában, úgyhogy szép átkötés volt. Tóth Béla, táborfigyelő.hu ügyvezetője, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. Én is nagyon szépen köszönöm.